Két évvel ezelőtt kezdődött ez az egész barantázás itt Kárpátalján, pont itt a Szelíd Lovas Farmon, és egy esős őszi napon néhány fővel, azt hiszem heten vagy nyolcan voltunk az első edzésen a Fedeles Lovardában, és most majdnem az egész 2 év lezárásaként több mint 100 fővel vettünk részt ebben a történelmi élőkében, és nagyon sokan, akik legelőször itt voltak az első edzéseken, vagy itt voltak a szereplők között, vagy a nézők között ültek. És ez számomra egy nagy öröm, hogy egy nagyon pici csapattal kezdtük, és a végére ilyen sokan tudtunk összejönni egy magyar történelmi esemény bemutatására. Íjakkal, botokkal, pufikardokkal, néhányan lóháton, néhányan az ágyuk mögött, és a Baranta okán, ez, és a Szelíd Lovas Központnak a működése okán ez itt megvalósulhatott. Én úgy látom, hogy nagy igény van rá, persze hát én elfogult vagyok ezzel a dologgal kapcsolatban. Azt látom, hogy küzdelemhez, a harchoz, a vitészséghez való vonzódás a mai fiatalokban is töretlen. Akkor panaszkodunk, hogy sokat telefonoznak, vagy sokat tévéznek, de van egy nagyon jó eszköz, egy íjat kell a kezükbe adni, és sokkal kevesebbet fognak kütyükkel foglalkozni, egy pufikardot kell a kezükbe adni, és még kevesebbet fognak foglalkozni mindenféle egyéb dologgal, és ez a dolog azért jó, amit mi csinálunk, akár hagyományőrzésnek tekintjük, akár harcművészetnek, sportnak, lovasportnak, bárminak, mert egyszerre pallérozza a szellemi képességeket, mert hogy itt a magyar történelemmel kell néha szembesülni, és egyszerre a fizikai képességeket.